Kedves nézőink, beköszöntött az igazi őszi időjárás, és ezzel együtt a fűtési szezon is, amely azonban sok veszélyt hordozhat magában. A következő stúdió beszélgetésben erről esik szó. Már az idei évben 220-an haltak meg a fűtéssel kapcsolatos balesetekben. Köszöntöm a stúdióban Katona Zoltán, tűzoltó alezredes, hatósági osztályvezetőt. Jó estét kívánok, alezredes úr! Vajon mi lehet az oka annak, hogy minden figyelmeztetés ellenére, ma nagyon sokszor figyelmeztetik az embereket, lakosságot, ilyen sokan halnak meg, többnyire szénmonoxid mérgezésbe. Vegyük sorra az okokat. Technikai okok, emberi mulasztás, mik lehetnek az okok? Jó estét kívánok, én is köszöntöm a nézőket. Hát bizony előfordul mai napig ilyen szerencsétlenségek. Amire az okokról igazából tudunk beszélni, ez a nem odafigyelés. Egyik legfőbb ok. Ez egy komoly emberi tényező a mai időszakban. Ugyanis a szénmonoxid érzékelők elhelyezése, ugye ez jogszabály alapján bizonyos intézményekbe kötelező. A családi házas rendszerbe ezt mindenki saját maga védelmére építi be, ha beépíti. A kéményeknél lévő felülvizsgálatokat, hogy sajnos az emberek nem biztos, hogy elvégeztetik. Ugye minden egyes kémény tudni kell, évente felül kellene vizsgálni. Van erre jelenleg a megyében egyetlen egy közlemi szolgáltató, kis hormunka keretében minden évben felszólítja az embereket, hogy mikor megy ellenőrizni. Ha nem ér oda, ez nem azt jelenti, hogy mentesül igazából mindenki a felülvizsgálatról, hanem akkor kérni kellene a lakosságnak, hogy szeretné megnézetni a kéményét, a tüzelő berendezéseit. Ugyanis a tüzelő berendezésnek a felülvizsgálata ugyanúgy nagyon fontos. Kell magát a tüzelő berendezést, tehát a kályhákat, kell a kazánokat és a kéményeket is felül kell vizsgálni. Azt hiszem, itt két dologról is kell külön beszélnünk. Ezek a mérők, ugye a szénmonoxid mérők és a tüzelőberendezés kazánok, kályhák. Szénmonoxid mérőkről is nagyon sokat hallani, ugye rengeteg féle van a forgalomban, olcsó, drágább változatok. Hogy lehet eldönteni azt, hogy miért vegyünk egyáltalán, milyen paraméterek alapján? Hát ez nagyon nehéz. Tehát a maga a szénmonoxid érzékelők, mérők, érzékelőknek a vásárlásánál hát nehéz eldönteni, mik az a szempontok. Tehát járunk autóval, Trabanttal, Mercedes-szel, ebbe is mindenféle van. Tehát a palettán nagyon sokfajta érzékelő van. Az OKF honlapján van egy bizonyos tiltott lista, amit a fogyasztóvédelem már bevizsgált, de sajnos még a fellebbezések miatt ez még igazából nem annyira van. Tehát a boltokban megtalálható még mindig ezen érzékelőkből pár darab. Azt, hogy miért vegyünk visszatérve kérdésre, igen, minél jobbat. Igaz, a minél jobb, annél drágább. Tehát az nagyobb olcsóknál azt látjuk, hogy annyit lát a ügyfél belőle, hogy áram alatt van. Tehát az elem működik, villog. Ez nem azt jelenti, hogy az mérni is tud. Ugye azt azért elmondható, hogy ennek szavatossági ideje van. Tehát szeretném mindenkire felhívni a figyelmét, nem egyszer is örökre veszünk egy érzékelőt. Nem örök életű, ez minden egyes gyártó meg kell nézni a papíron, ráírja, hogy meddig szavatolja ennek a működését. És ezt figyelembe kell venni. Most ezt a kéményseprő igazából ellenőrzi, ha kéményseprőt beengedjük a lakásunkba, vagy eleve kihívjuk. Tehát akkor nem érdemes spórolni ezen a szénmonoxid mérőn, mert esetleg életeket ment, de konkrétan életeket ment. Igen, de ugye ez mindenkinek otthona, saját pénztárcája. Hova tegyük, hova kell felszerelni? Van erre valamilyen utasítás, szakember szereli be nyilván? Hát ugye ezt a csendes halálnak hívják, ugye a szénmonoxidot. Ez egy szintelen szagtalan gáz. Tehát azt tudni kell, hogy könnyebb a levegőnél. Tehát eleve nem letesszük az érzékelőt, hanem minél följebb tesszük az érzékelőt. Ez ugye a szénmonoxid maga a nyílt égésterű tüzelőfűtő berendezéseknél tud létrejönni. Tehát akinek kandallója eleve van a lakásban. Azoknak a kazánházakban, ahol az egy légterű, mondjuk úgy a lakásokkal, tehát egy vékony kis ajtó válasz el, bizony javasolt a feltétele. Tehát nem kell szakember hozzá akkor, hogy ezt feltegyük, ezt a szénmonoxid mérőt, maga de. Bárki el. Ezt megvásárolja, fel tudja tenni a megfelelő helyre természetesen. Megfelelő helyre, tehát akkor kazához mondjuk milyen, viszonyítva milyen közel, távol lakóhelyiségbe, szobába, a kazához hova kell, hova érdemes? Tehát kazán feletti résztől, nem messze a kazántestől. Ha problémák vannak, ugye, és ugyanezt mondhatom el a kandalló résznél, ahol a kijövő füstgáz ki tud lépni, ugye eleve a kandalló fölé fog menni, tehát kandalló közvetlen közelébe kellene elhelyezni, aki felteszi ilyet. Ahogyan is említette, itt beszélünk kazáról, kandallóról, gázkazáról, sőt gázkonvektorról, illetve a fürdőszobában elhelyezett gázberendezésekről. Igen. Minden esetben fönnáll a veszély? A nyílt égés terülnél, igen. Tehát a hagyományos
és ez elmondható gáztűzhelyekről, tehát azoknál a berendezéseknél, ahol a levegőt az adott helységből szívja a berendezés, ugye már megkülönböztetjük azt a részt, ahol az adott berendezés elszívja a levegőt és a saját légterébe, mint a tűzhely, van egy olyan, mint amelyeket használunk a fürdőszobákba, hogy egy kéményen megy ki, de akkor is a saját levegőt szívja a helység levegőjét, ezeknél bizony fennáll. Tehát amikor itt a kémény nem megfelelően van kitisztítva, vagy nincsen meg a légpótlás, ez a legnagyobb probléma, a légutánpótlás, hiányznak a részszellőzők az ablakokról. Ugye nagyon nagy felújítási munkákban vannunk mindenhol, akinek földgáz üzemi berendezései vannak. Egyértelmű a részszellőzőket be kell tenni, a légutánpótlás, a levegőutánpótlás meglegyen ezeknek a berendezéseknek. Ki terhel a felelősség, ha ne talán mégis bekövetkezik egy ilyen baleset? Ki a hiba, ki terhel a felelősség ebbe az ügyben? Hát ebben nekem nehéz nyilatkoznom. Tehát ugye én úgy gondolom, nagyon nagy megosztott felelősség van. Felelős ebben az a kivitelező, aki nem építi be. Aki nem hívja fel a figyelmet arra, hogy kellene. Sajnos ez megint pénzkérdése. De én úgy gondolom, felelős bizonyos szinten az állampolgár is, aki nem néz ennek utána, hogy kell ő neki, vagy milyen kellene. Tehát ne csak mindig a pénzt nézzük, hogy egy ablak olcsóbb, mert nincs berészszellőző, hanem igen, vegyük meg, ha meg kell. Azért is kérdeztem, mert például olyan esettel is találkoztam, amikor a gáz bevezették, és utána nem sokkal az illető, akit bevezették, majdnem meghalt, kihívták a gázszerelőt, hogy mi újság, és kiderült, hogy a kőműves, aki kívülről pucolt, betömte a gázkonvektornak a szellőzőjét. Hát ugye így van. Ilyenkor van, ugye mielőtt használva veszünk bármit, kívjuk a kéményseprő szolgáltatót. És ott a kéményseprője meg fogja állapítani, ki fog adni egy minőségi tanúsítványt róla, hogy ez a kémény, ez jó vagy nem jó, ez nem fordulhat elő. Tehát ha a használatvétel megtörténik egy épületnek, akkor ezek a problémák nem fordulhatnak elő. Mi van akkor, ha valaki barkácsol? Értem ez alatt azt, hogy kéményt, csatlakozást, fűtőberendezést, bármit. Tehát azért gondolom előfordul, nem tudom, volt-e praktikusokban ilyen, de gondolom, hogy előfordul azért ilyen, pontosan spórolás céljából. Hát ez, erre megkérnék mindenkit a jövőben, ezt tartózkodjon ezen tevékenységtől, ugyanis már nem lehet. De mindenhez szakember kell. Felejtsük el ezt, hogy beépítünk magunknak kazánokat. Felejtsük el, hogy kipucoljuk mi a kéményünket, nem. Papír kell. Évente minősített, tehát szakember menjen oda, nézze meg. És mondtam, minden egyes tűzhelyt, bármilyen kazánt felül kell vizsgáltatni. Évente, 4 évente pedig karbantartást kell végezni az egész gázrendszereken. Most ezek elmaradnak, bizony-bizony, és meg is próbálgatunk itt mindenféle haveri alapon csinálni dolgokat, nem működik már. Tehát nem cserélünk ki kazánt barátokkal, hanem csak olyan szakemberrel, aki azt mondja, hogy annak a teljesítményen a kazánnak arra a kürtőméretre megfelelő. Volt egyébként ilyen eset, találkoztak ilyennel, hogy valaki biztos, hogy házilag barkácsolni, és úgy gondolom, hogy vannak. Vannak ilyenek. Beszéltünk itt tehát ilyenekről, hogy kandalló, például nagyon divatos mostanában a kandalló, ugye beltéren szobában. Mennyire veszélyes, mennyire tűzveszélyes, ez mennyire veszélyes a szénmonoxid szempontjából? Ha betartjuk a játékszabályokat, tehát a kandalló eleve nem teszünk éghető burkolatot, tehát megvédjük a padozatnál, tehát nem túl veszélyes, tehát azért azt ne írjuk le, hogy veszélyes. Mint semmi se, amennyiben tudjuk kezelni a tüzet, akkor nem veszélyes. A kandalló kérdésnél, tehát megint visszatérve a szénmonoxidra, ugye az a probléma, ha netántán ugye egy légtérben van a konyhával, ahol működik esetleg elszívó berendezés. A fürdőszobában plusz még bekapcsoljuk mondjuk egy mosógépnek a szárítóját. Tehát ezek hozhatnak olyan turbulenciát létre, hogy visszafeldolgozik a kémény. Tehát igen, erre figyelni kell, de ez mind-mind szakember által. Légtechnikai mérnök meg tudja állapítani, hogy milyen részszellőzők, milyen légutánpótlás van, hova kell tenni, melyik ablakba, mekkora átbocsátó képességeket. És innentől ez a semmi probléma nincsen. Arazás úr, milyen élettartamok általában kazánok, mondjuk gázkazán, vagy vegyes tüzelésű kazán, van erre valamilyen szavatosság? Vagy ezt csak amit előír a gyártó mindig? Tehát mindig csak Tehát amit a gyártó előír, és ezért kell az 5 évente a karbantartás, a komplet karbantartás, ami alapján szépen a szakember megmondja, hogy ez még üzemel, biztosan üzemele, lesz-e bajunk, vagy nem. Arazás úr, még egy dolog, ami már nem fűtés, viszont azt gondolom, hogy hasonló probléma. Ugye nemrégivel ezelőtt az üret, és nagyon sokan ugye a pincékben a mustgáz szintén, ami sok balesetet okoz.
ott mire kell figyelni? Hogyan lehet megelőzni ott a baleseteket? Hát ugye a mosdgáz kérdést már nagyon sokszor elmondtuk, és az emberek még mindig nehezen tanulnak bele. Na ezért kérdezem, hogy még mindig nagyon sok a baleset. Tehát máskárán kéne tanulnunk, ugye a régiek azért ezt kitalálták ügyesen, ezt a gyertyával való lesétálást. Ez még sajnos nagyon kevés embernél működik. Tehát lemegyünk, bátran lemegyünk a pincébe, mert egy levegővel úgy gondoljuk, mi körbe tudunk nézni, és a mosdgáz sajnos az egy olyan alattomos, hogy ott egy kis szippantás elég abból, és az ott marad. Az, aki lemegy, tehát nagyon szépen megkerek mindenkit, volt ez régen, gyertyát gyújtsunk, menjünk le, elalszik, jöjjünk ki. Ha nincs meg a szellőzése a pincénknek, akkor bizony ezt valamilyen úton módon át kell szellőztetni. Egy utolsó kérdés, ha valaki érzi a tüneteket, szénmonoxid mérgezésnek a tüneteit, mi a teendő, akárha máson veszi észre, akárha önmagán, nyilván hívjon mentőt, de addig is, amíg odaér, mit lehet csinálni? Nagyon csalóka. Nagyon csalóka a tünetek, ugyanis az influenzának a tünetei nek tűnnek, ugyanis ugyanaz a fejfájás, bágyadság lép fel az embereknél, nagyon oda kell figyelni, tehát ha valaki tudja, hogy nem lehetett influenzás, nagyon jól nézen körbe a lakásába, van-e probléma, ha ilyet érzékelünk, egyből mentőt kell hívni. Vezes úr, köszönjük szépen a tájékoztatást, és hogy elfogadta a meghívásunkat, minden jót kívánunk. Nagyon szépen köszönöm.